Ezeken a képeken a Földhivatal légifelderítő akciója látható. A tavalyi ellenőrzés sorozat alkalmával készítettük, ugyanis minden évben júliustól kezdődik a parlagfűmentesítés ellenőrzése. A nyár beköszöntével a gyomnövény megjelenik és allergiát okoz. A jelenlegi esős időjárás kedvezett a növény növekedésének. Július 1-ére vagy a július 1-e után virágbimbós állapotba kerül már a mi megyénkbe is általában a parlagfű. Valóban ebben az évben a kedvező időjárás miatt a parlagfű is intenzíven növekszik, nagy számban csirázott, nagy számban kelt. Számíthatunk arra, hogy nagy lesz a nyomás rajtunk. A parlagfűvel fertőzött területek nagysága lényegesen csökkent az elmúlt 10 évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy néhány tő is nagy szennyezést tud okozni, mert a parlagfűnek óriási pollentermelő képessége van. Az ellenőrzés bejelentésre vagy felderítéssel indul el, a szennyezett területet GPS koordinátákkal bemérik, és az úgynevezett PIR rendszerre felkerül a terület. Felvett jegyzőkönyv alapján indítjuk az eljárást, ami a közérdekű védekezés elrendelését, a közérdekű védekezés végrehajtását jelenti, illetve növényvédelmi bírság kiszabását, aminek a mértéke nem változott, 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjed a fertőzött terület nagyságától és a fertőzés mértékétől függően. Általában a mezőgazdasági és szántóterületeken találnak parlagfüvet az ellenőrzések során. Tavaly a megyében 108,7 hektáron 171 terület tulajdonos ellen indult eljárás, összesen 1 millió 920 ezer forint bírságot szabott ki a hatóság.